Sziasztok, Pénfu vagyok, és ez itt egy újabb videó, és ahogy látjátok, most egy másik háttér van mögöttem, és ez egy újabb vlog lesz. Nem posztoltam az előző négy napban körülbelül, és nem is tudom, hogy miért igazából, csak nem jutott eszembe videót készíteni, de most újra itt vagyok, és szeretnék bejelenteni valamit még hozzá, hogy lesz egy kérdez-felelek, úgyhogy ennek a videónak a komment szekciójába kérdezzetek meg, amit csak akartok, Call of Duty-val kapcsolatban, GTA-val, velem kapcsolatban, amivel csak akartok, és hát majd meg fogom őket válaszolni egy vlogban. Úgyhogy ezt is szerettem volna bejelenteni, és még szerettem volna mondani, hogy hát mit csinálunk itt Amerikában. Hát itt a szomszédos jobboldali szobában, vagy hát nektek bal oldal ott van a képernyőn, na mindegy. Szóval abban a szobában ott van az Xbox One, és most azon szoktam játszani. Viszont az előző napokban felmentünk a Seattle egyik híres hegyére, és ott fotózkodtunk, meg turistáskodtunk, meg ilyesmi. Voltunk airsoftozni, ami hihetetlen volt. Airsoftozás ez valami, ami még egyszer majd akarok csinálni. Imádtam, mert itt ezért nagyon fantasztikus, mindenki beöltözött, ilyen elképesztő kommandósnak, mindenkin rendes katonai felszerelés volt, hogy megkaptam apukámnak a régi katonai ruháját, és akkor én abba futkorázhattam körbe-körbe. Hú, és hát ez nagyon élvezetes volt, volt egy olyan game mód, amikor csak kispisztolyod lehetett, meg késed, és akkor jóformán négyen voltunk, összegyűlökeztünk a csapatban, belül egy ilyen kis csapatba, és jóformán négyen egy bokorban googoltunk körülbelül 15-20 percig azért, mert hallottuk, hogy egy jobboldali házban zaj van, úgyhogy valószínűleg ott vannak ellenfelek, úgyhogy ott várakoztunk abban a bokorban jóformán fekve, térdelve össze-vissza mindenféle pózba. Úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt, a turistáskodás kevésbé, de engem nem nagyon foglal le az összes ilyen hegy, meg fű, meg minden. Úgy mesélték nekünk, hogy milyen hegyek, meg patakok vannak ott, mintha Magyarországon nem lenne patak, szóval engem az annyira nem foglalt le. De amúgy nagyon jól érzem magam itt Amerikában, úgyhogy ha jól tudom, augusztus 26-án érkezem meg Magyarországra, és akkor újra jó sok gameplay-el foglak elárasztani titeket. Úgyhogy remélem, várjátok, és hát köszönöm szépen a figyelmet, ennyiről szerettem volna beszélni. Hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, hogyha mondjuk összegyűlik 10 lájk, akkor kidobok még egy vlogot, és hát ennyi. Kérdezzetek a komment szekcióba a kérdezfelelekhez, és én Pénfú voltam, és a viszonthallásra.